Urunk. Thank you, Lord. És szeretnék köszönteni azokat, akik most vannak itt először. Ha ma van először Biblia szól Isten tiszteleten, akkor kérném szépen, hogy egy pillanatra tegye fel a kezét. Hogy az lenne legjobb, ha fel is állna, Isten hozta, csak szeretnék adni egy kis ajándékot. Köszönjük, hogy meglátogatott minket. Még valaki, ha esetleg új látogató. Oké, rendben van, akkor már csak egyetlen egy kérés marad, hogy a mobiltelefonodat szíveskedj kikapcsolni, vagy rosszabb esetben lehalkítani. Köszönöm szépen. Okay, good. Jó estét. This is the offering. Ez itt a felajánlás. And before we pray, just de mielőtt imádkoznánk. Just one simple thought. Egy egyszerű gondolat. In Proverbs 11:24. Példabeszédek 11:24-ben. It talks about the man who scatters. Arról az emberről beszél, aki szétszór. He actually increases. És hogy ez az ember, aki szétszór, az növekszik valójában. Az az ember, aki pedig megtartja magának, amilyen van, az a szegénységre jut. Now, when we give, amikor adunk, we give with simplicity, as it says in Romans chapter 12. Akkor Róma 12 szerint egyszerűségben adunk. We don't give in order to buy something from God. Vegyünk valamit Istentől. Or to receive a blessing. Vagy hogy áldást kapjunk cserébe. Because actually we already have all blessings. Mert már megkaptunk minden áldást. But God has invited us into an exercise of our faith. Isten azonban a hitünk gyakorlására hív minket. And God desires to honor our faith. És szeretné megtisztelni a hitünket. He says that those that honor me, I will honor. Hogy azok, akik engem tisztelnek, azokat én is tisztelem. And as we give in the offering, és amikor adunk a felajánlásban, we give with simplicity, egyszerűséggel adunk. Not calculating that maybe I would get something in return. Nem számolgatjuk, hogy talán kapok valamit cserébe. But actually I give, hanem adok, out of the fullness of my heart, a szívem teljességéből. And we know that tudjuk, actually we are not poor. Hogy valójában nem vagyunk szegények. And actually we've learned in our lives when we give our time, és megtanultuk, hogy amikor az időnket adjuk, that we actually increase. Akkor növekszünk aztán. The natural thinking would be like, természeti gondolkodás az úgy like menne, the more I sleep, hogy minél többet alszom, the more rest I will feel. Annál kipihentebb leszek majd. But actually the opposite is the case. De igazából fordítottja az igaz. And with our life with God it's the same way. És ahogy Istennel élünk, actually, the more az is ugyanígy van, hogy minél többet adunk, the wealthier we are. Annál gazdagabbak leszünk. Maybe not financially, lehet, hogy nem anyagilag értve, but in our experience with God. De az Istennel való tapasztalatunkban mindenképp. So let's pray. Imádkozzunk. Father, we just thank you, Atyánk, God, for this opportunity to give. Köszönjük neked ezt a lehetőséget, hogy adhatunk. We thank you, Lord, that we are wealthy. Köszönjük, hogy gazdagok vagyunk. And that we can give with simplicity tonight. És hogy egyszerűséggel adhatunk ma este. And we just thank you for this life. Köszönjük ezt az életet. We pray that you bless each offering. És arra kérünk, hogy áldj meg minden egyes felajánlást. It doesn't matter the size of it. Nem számít, hogy mekkora. It's just that it's done by faith. Hanem az, hogy hitben teszi, aki teszi. And just bless our church and our ministry. És kérünk, hogy áldj meg a gyülekezetet, az Isten tiszteletet és a szolgálatot Jézus Amen. Nevében. Amen. Egyszer. Igen. Ezen a héten ez már a harmadik nagyobb összejövetelünk, még ha hétfőtől számoljuk akkor is. This week this is our third
greater gathering, even if we calculate for Monday. How many of you were there yesterday at Pastor Zoli's class? Yeah, that's what I meant. Az a történet jut eszembe, amikor azt mondták, I think of the story when they said, hogy is volt, hogy Saul megölte az 1000-ét, Dávid az 10000-ét. Killed his 1000 and David his 10000. Kezdek féltékeny lenni Pastor Zolira. I'm starting to get jealous of Pastor Zoli. Hol van a dárdám? Where's my javelin? Nem. No. Nagyszerű alkalom volt, that was a great time, great a törvényeskedésről and, volt szó, it was about legalism. Nem azért mondom, hogy menjenek többen, mert tele volt, úgyhogy nem fértek be már, de... I'm not saying so more people would go, because you wouldn't fit anyways. De lesz egy következő résszel folytatjátok. The next one, ugye? Ugyanezt folytatjátok. Next Tuesday they will continue with the same topic. És ez áldott volt, és... And it was blessed. Nézzük csak... Let's see. Okay, van egy olvasunk el egy verset, példabeszélek 5. Let's read a verse from Proverbs 5. És igen. Példabeszélek 5 és a 14. verset. 5 and verse 14. Olvassuk el. Kevés híja volt, hogy minden gonoszságban nem merültem a gyülekezetnek és községnek közepette. I was on the verge of total ruin in the midst of the congregation and assembly. Érdekes vers. An interesting verse. Hogy a gyülekezet közepén that lehetséges. In the middle of the church, this is possible. Minden gonoszságba belemerülök. That I get into all kinds of evil. Ami elképesztő gondolat. That's an amazing thought. És nem is így gondolkodnánk. And we wouldn't think that és way. És nyilván a gyülekezet nem obviously, bátorít erre. The church doesn't encourage you to this. De megtörténhet. But it can happen. De megtörténhet. It can happen. És ezt a 12. versben látjuk. And we see this in verse 12. Miért? Why? Azt mondja, mert gyűlöltem az erkölcsi tanítást, a fenyítéket utálta az én elmém, és nem hallgattam az én vezetőim szavát, és az én tanítóimhoz nem hajtottam fülemet. How I have hated instruction, and my heart despised reproof. I have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined my ear to those who instructed me. És aztán imádkozzunk. Now let's pray. Atyánk, dear Heavenly Father, kérünk, hogy áld meg a szívünket, please bless our hearts. Amint tőled vágyunk hallani. We would like to hear from you. Amint rád vagyunk kíváncsiak. We are curious about you. We want to hear from you. Amint tőled várunk, Istenünk. We have an expectation from you, Lord. Köszönjük, hogy te vagy. God, thank you that you are. Ki megelégíted a szívünket. There, and you are the one who satisfies our hearts. Aki bátorítasz minket. You are the one who encourages us. You call us. You lead us. Tanítasz. You teach us. Átformálsz. You transform us. Imádkozunk, Urunk. We pray, Lord. A szellemed által munkálkodj közöttünk. That you would work in among us through your spirit. Ma este is. Tonight as well. A Jézus nevében. In the name of Jesus. Amen. 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 Hogy miről szól ez a szakasz? What is this portion about? Arról, hogy lehetséges. That it is possible. Hogy nem veszem a szívemre. That I don't take to heart. Amit hallok. What I hear. Hogy megtörténhet. It can happen. És ez könnyebben megtörténhet, mint hinném. It can more easily happen than you would think. Volt egy eset Mark 10-ben, amikor a tanítványok Jézushoz jönnek egy kéréssel. The disciples came to Jesus with a request. És ezek tanítványok. These are disciples. Akik az Úrral járnak. They've been walking with the Lord. Hallgatják őt nap mint nap. They've been listening to him every látják, day. Látják őt, amint imádkozik. They saw him as he prayed. Közösségben vannak vele. They are in fellowship with him as they eat together. Amikor lefekszenek, amikor fölébrednek. When they wake up in the morning, úton, as they go on the way. Amikor valakinek kérdése when van. When someone has a question. Valakinek szüksége when van. When someone has a need. És Jézus tanít. Jesus szolgál, teaches and ministers. És ezek a tanítványok, akik látják az ő életét, life, és látják az ő szívét, see his heart, Mark 10:35-ben, in Mark 10:35, ketten hozzájönnek Jakab és János, then James and John came to him, ezt mondván, Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Saying, Teacher, we want you to do for us whatever we ask. Ő pedig mondanék, hogy mit kívántak, hogy tegyek veletek. And he said to them, what do you want me to do for you?
azok pedig mondának néki, add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felül üljön a te dicsőségedben. They said to him, grant us that we may sit one on your right hand and the other on your left in your glory. Mit mondanánk erre? What would we say to that? Tanítványok. Disciples. Megbuktatok. You failed. Tanítványok. Disciples. Ez egy nagy egyes osztályzat. It's a big, tanítványok, big F grade. Többé nem vagytok tanítványok. Disciples, you flunked. You're not disciples anymore. Ki disciples, you're tanítványok. Kicked out. That's it. That's nagyon disciples. Nagyon eltaláltátok, hogy mi Jézusnak az üzenete. You really got the message nagyon of Christ. You really got it. Nektek. You really do it well. Ott you understood Jézussal. Like. They were there de annyira with Jesus, nem értették az ő szívét. They didn't understand annyira his nem heart érték, so much. They didn't understand ő. How he was like or és what he was mondja, like. Jézus, nem tudjátok, miről beszéltek. And Jesus is telling nem them, tudjátok, you don't know what you're talking nem about. You don't know what akartok. You're asking for. You don't know what és you actually want. And in Matthew 20, in the same story, azzal fejezi be, he concludes a 27-28 in verses 27 and 28, azt mondja, hogy, as he says, hogy ha valaki if someone az első akarna lenni közöttetek, wanted to be the first among you, az legyen a ti szolgátok. Let him be your servant. És az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak. And the son of man didn't come to be served, hanem, hogy ő szolgáljon. But to serve. És Jakab, János, nem értitek? James, John, nem értitek a lényeget? You don't get the point, ez nem right? Arról szól, hogy előrébb it's not about nem getting arról ahead. Szól, hogy it's not about nem arról acquiring szól, hogy prestige. Ki fog az én jobb it's és bal kezemről ülni. Gonna sit on my left or on my right, hanem valami mélyebbről. It's about something deeper. És igazából erről beszélek. And actually, this is what I'm talking about, hogy bejöhetek a gyülekezetbe, I can come into the church, és lehetséges, and it is possible, hogy nem találom meg but a valóságát. I don't find its reality. A valóságát. I don't find the reality. Ami az elkötelezettség, of the church that is commitment. Igazán, az áhítat. Devotion. Egy mélyebb elkötelezettség Istennek. Commitment towards God. Mélyebb mint deeper than az én vágyaim. My desires. Mélyebb mint az én gondolataim. És amikor Jézus Jesus, amikor Jézusot kérdi Pétertől, Jesus is asking, János 21-ben, in John 21, jobban szeretsz engem ezeknél? Do you love me more than these? És arra gondolok mindig, and I always think of this, hogy hány ilyen van az életemben, how hány dolog times, van az életemben, how many things there are in hogy my az Úr life, azt mondja, the Lord says, jobban szeretsz te engem ezeknél? Do you love me more than these? Mint ezek a dolgok, like these things, mint ezek az események, like these mint ezek a sikerek, or these mint ezek a célok, or these purposes, jobban or szeretsz te engem goals, ezeknél? Do you love me more? És ott a kérdés az életünkben, hogy mire vágyom inkább, what do I desire more? Mint ahogy például beszélek 3:5-ben, ahogy like sokszor, in Proverbs 3:5, ahogy sokszor előfordult, előkerült már ezen a héten. It came up many times this week. Azt mondja, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Mi a drágább nekem? What is more precious to me? Az én értelmem? My own understanding? Vagy az Úr or the Lord's gondolatai? Or the thoughts of the Lord? Mi a drágább what nekem? What is more precious az én céljaim? To me? My goals? Vagy az övéi? Or his? Mi a drágább what nekem? What is more precious to az én holnapom? My tomorrow? Vagy amit ő tervezett or nekem what holnapra? He planned for me for tomorrow? Mi a drágább nekem? What is more precious for me? Az a gondoskodás, that amit én elképzeltem magamnak, made up for myself, az a házastárs, that spouse az a that I imagined, az a valami, amit én elképzeltem magamnak, that's something that I imagined for myself, vagy az a gondoskodás, amit ő elképzelt nekem, the kind of provision that he imagined for me, that he made for me. Jobban elkötelezett vagyok Isten gondolatai, Isten akarata felé, mint az enyém felé. The will and the thoughts of God than to my own. Mellesleg sokszor emlegetjük by the a keresztet, way, we often mention the cross, a keresztnél élni, felvenni to a keresztet, live at the cross, to take up the cross. Ez igazából ennyit jelent. Actually, this is what it means, hogy az ő akarata drágább that nekem az his enyémnél, will is az more ő gondolatai drágábbak nekem his az enyémnél, az ő útja. To me than mine. His way, értitek? You know, you get it. Értitek. You got it. Tudod, mi történhet?
You know what can happen? Hogy bejövök a gyülekezetbe. I come into church. És ahogy az előbb olvastuk. And as we've just read. Hogy megtörténhet. It can happen. Hogy valami ostobaságba belemegyek. That I get holott into itt vagyok something a gyülekezetben. Foolish, even though holott I'm járok, in the church. Itt vagyok a közösségben. I come, holott vannak testvéreim. I'm here in fellowship. I have brothers and sisters. És mégis. And yet. Tudod miért? You know why? Mert lehetséges. Because it is possible. Hogy megtanul, hogy. That I tanul, igen, ez az, hogy ide jövök, here, és megtanulok egy bizonyos nyelvet, learn a kind of language, és aztán elégedett vagyok and azzal. Then I'm satisfied with that, elégedett I'm content vagyok vele. With that. Ezért lehetne ez a címe az üzenetnek. That's why the title of this message could be. Ez itt nem nyelvtanulás. This is not language learning here. Most nem csak az angolra gondolok. And I don't mean English. Ez nem nyelviskola. This is not a language school. Így értem, hogy ez nem egy keresztény szókincs iskola. This is not a Christian vocabulary. School, hogy gyere a gyülekezetbe. Miért? Why? Hát mert ott meg lehet tanulni keresztényül beszélni. To learn to speak Christian. Meg lehet tanulni keresztényül járni, keresztényül hajat frizurát igazítani, keresztényül beszélgetni, keresztényül Christian kind of conversation vacsora, mit tudom én, bármi, or dinner, whatever. Keresztényül csinálni a dolgokat. Do things in the Christian way. Hogy eljöttem a gyülekezetbe, és megtanulom keresztényül csinálni a dolgokat. Learn to do things Christianly. Ez nem erről szól. It's not a bad ez nem erről. Tudod miért? You know why? Mert meg lehetnek az összes you can helyes have szavam all meg lehet. The proper words. És lehet, hogy mégsem vagyok and megtérve. Maybe I'm not broken. Okay, nem megtérve. Nem megijeszteni akarlak titeket. I'm not saved still. Nem megingatni akarlak titeket. I don't want to scare you or move you, shake you. Tudod, lehet nagy szövegem. I can have all the words. De nem tudok megbocsájtani. But maybe I can't forgive. Lehet, hogy megvan minden szó. Or maybe I have all the words. De nincsen mélység hozzá. But there is ez no az, amiről beszélek. That's what I mean. That's what I'm talking about. Okay, nézzük meg. Azt olvasom, Példabeszélek 25. I read in Proverbs 25. Példabeszélek 25:11. Proverbs 25 and verse 11. Azt olvasom, mint az arany alma ezüst tányéron olyan a helyén mondott ige, vagy beszéd, vagy szó. A word fitly spoken is like apples of gold and settings of silver. Oh, ez tetszik nekem. Oh, I like that. Ez tetszik nekem. I like that. Oh, kérem ezeket a szavakat. I want that. Valaki adja nekem ezeket a szavakat. Let someone give me those words. Szeretnék én is így beszélni. I want to talk like that. Ilyen bölcseket mondani. I want to say wise szeretném, things like that. Szeretném, hogyha ez komolyabb lenne. I want this to be more úgy serious. Tudnék beszélni, I wish mint I could ahogy ők speak beszélnek. Like they do. Szeretnék olyan bölcseket mondani, mint a Pásztor Attila mond. Wise things like Pastor Attila szeretnék does. Szeretnék olyan nagy szavakat I mondani. I use the big words like Pastor Zoli. Szeretnék. Would like to. Vagy azt olvasom Példabeszélek 10-ben, I read in Proverbs 10, 20. versben, in verse 20, hogy az igazak nyelve azt mondja, választott ezüst. That the tongue of the just tiszta, is as choice silver, pure silver. És azt mondom, ó, szeretnék egy ilyen nyelvet. I want a tongue like that. De várj csak! But wait a second. Ez többről szól. This is, ez this mélyebbről of beszél. Something more. This is talks mert about ez a szívről szól igazából. It is about the heart, ez a szívről actually. Beszél. It speaks about the heart. Lukács 6:45. Azt mondja, hogy a jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót. A good man out of the good treasure of his heart brings forth that which is good. És a gonosz ember az ő gonosz szívéből hoz elő. And an evil man gonosz kincséből hoz elő out of the evil treasure of his heart brings forth that which is evil. És aztán azt mondja. And then it says. Mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. For out of the fullness of the heart the mouth speaks. Figyelj, az az arany alma ezüst tálcán. That's golden apples az and silver nyelv, setting. That's silver tongue. It's az not nem a bad word. It's not a bad vocabulary. It's not a bad politeness, propriety. That's a bad kindness. Hanem a szívről szól. It's about the heart. Valami mélyebbről. It's about something deeper. Valami nagyobbról. Something bigger. Something greater. Van egy újfajta beszédünk hívőknek? Do we have a new kind of speech? Van egy újfajta nyelvünk? Do we have a new vocabulary? Igen, yes, van. We do. De ez we a do. Szívről szól. But it's about ez the heart. A szívből jön. It comes out of the heart. A megmentő szavak azok egy megmentett saving szívből words jönnek. Come out of a saved heart. A megszabadító szavak words of azok, redemption azok egy megszabadított szívből jönnek come out elő, of a heart that igazából. Had been redeemed. Nem jöhet máshonnan. It cannot come out of anywhere else. Ezért beszélek erről. And that is why I'm talking about this. Mert because vigyázz.
Beware. Vigyázz. Beware. Hogyha if csak a szavakat kapom, if I only get the words, és aztán azokat ismételgetem, and then I repeat the de words, az nem megy mélyebbre, but it doesn't go az any nem deeper, ér el a szívemhez, it doesn't reach my heart, akkor, then, akkor egy nap one day, ott leszek azokkal az emberekkel, I'll be there with those akik azt mondják, who say, a kereszténység. Oh, Christianity. Igen, próbáltam yeah, egy darabig. Been there, igen. Done that. Igen, így van, yeah. Csináltam már, yeah, igen. Been there, done that. Nekem nem jött be. I didn't like, really tudod, like it. Egy nap ott leszek velük. One day ha I will nem be ér el a with szívemhez, those people if it doesn't get mélyebb, to my heart, if it doesn't go deeper. Mint az, hogy egyszerűen hallom. Me hearing the words és csak mondjuk megismétlem and a szavakat, them, vagy or, szókincset gyűjtök. Or, acquiring a vocabulary. Értitek, amit mond? Persze, you, you get it? Tudod, is it clear what I'm saying? It's possible hogy eljövök, that I come és sose kaparom meg a felszínt, and I never scratch the surface really. És soha nem nézek and mögé, I never see és beyond. Nem veszem észre, I never look behind, I never notice hogy a szavak mögött van valami that behind több, the words there's something more. És az ez. And this is what's there, that hogy, this hogy is the more szívünkben that in our hearts jobban elkötelezettek we are more committed az ő útja felől, mint a magunké felől. To his ways than to our ways. 119. In Zsoltár, Psalm 119 35 verse, igen, 36, 37 azt mondja 119. Zsoltár 35 vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. 119:35 Make me walk in the path of your commandments, for I delight in it. Hajtsd szívemet a te bizonságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. Incline my heart to your testimonies and not to covetousness. Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiába valóságot. Turn away my eyes from looking at worthless things. A te útadon éltess engem. And revive me in your way. És mint egy zárójel, ez a három vers körül ott van ez. And surrounding these three verses like vezérelj a te parancsolataidnak útján. This is what it says that teach me, O Lord, the way of your statutes. És a végén a te útadon éltess engem. Revive me in your righteousness in your way. És azt hiszem a 15. versben is valami ilyesmi. And I think there is something similar in verse 15. Hogy a te útad, that your way az drágább nekem, is more precious to me than hogy a szavak mögött that behind van valami the words, nagyon fontos az életünkben, is something very important és a szavaknak azért van hatalmuk, words have a szavaknak power, azért van jelentőségük, a verseknek the verses azért van súlyuk, have weight and mert gravity, mögöttük because behind ott van ez a vágy a szívünkben, there is this desire in hogy our hearts, én a te utadat akarom. I want your way. Amen. Amen. Ez van a szívünkben igazából. Egyetértetek? Egyetértetek? Do you agree? Do you agree? Ez a vágy a szívünkben, this is the desire of our hearts. A te utadat Lord, akarom. I want your way more than mine. Kérlek. Please. Bárcsak. I wish. Bárcsak. I wish. Hallhatnátok az összes bizonyságokat, amiket én hallok. That I hear. Az emberek, people, akik a munkahelyükön szolgálnak valaki felé, serve at their workplace to someone, bátorítanak valakit, they encourage somebody, vagy van egy projektjük a zöldséges néninél, they have a project with the grocer, the és, lady at the grocery store, és tudod, és bizonyságok, and testimonies, amikről nem sokat lehet hallani, you don't hear much de about, ahogy emberek vezetnek embereket Krisztushoz, people lead people to ahogy Christ, emberek szolgálnak as emberek people felé, serve towards other people, csak csendben szeretnek, quietly they love, bátorítanak, they encourage, törődnek, they care, mások, others, másként döntenek, make different decisions, és az emberek látják, and people see that, az alapokon, at the az új hívőkkel, vagy a gyülekezetünkben az új embereken, inkább with kéne the new mondanom, people in our church, most végeztünk megint egyel, just finished a course, és leírják, and they write down, hogy mi van a gyülekezetben, what's in the church, ami esetleg that, tetszik nekik. That they like, és általában erről írnak. And usually this is what they write about. Szeretet, they like the love. Szeretettel fogadtak. That they've been welcomed. Hogy az emberek igaziak. That people are real, genuine. Hogy annyira komolyan veszik that they a Bibliát. Really take the Bible so seriously. És ezek azok, amik megragadják and these az embereket. Are the things that really get to people. És ez figyelj. And
ez nem a szavak szintjén and van, this is not on the level of words, hanem sokkal-sokkal mélyebben but it's much, much deeper. A szívben, it's in the heart, ahol a szívben azt mondjuk, where we say in the heart, Uram, a te útadat Lord, akarom, I want your way, jobban, mint az enyémet. More than mine. Van egy rossz példa. There is a bad example. Hadd mondjak egy rossz példát. Let me share a bad example. Mert eddig rólatok beszéltem. So far I've been talking about you. But now I want to bring up a bad example. Saul. Saul. Király. King Saul. Érdekes, hogy ő ilyen. It's interesting. That his ő ilyen nyelvtanulásra adta a fejét röviddel azután, hogy így elkezdett Istennel járni. Soon after he started walking with God, he started his language course. És learning bocsánat, the language. Itt a nyelvtanárok, meg mindenki, aki itt ezzel foglalkozik. Apologies to the language teachers and everyone who does that. De tudod, de hogy Saul király ezt csinálta. But King Saul, this is what he did. Hadd mondjak egy példát. Let me give the example. 1 Samuel 14-ben, in 1 Samuel 14, vagy egy pár példát. A couple examples actually. 1 Samuel 14:39. In 1 Samuel 14:39. Saul ilyen szavakat mond. This is what Saul says. These are the words he uses. Mert él az Úr, aki Izraelt oltalmazza. For as the Lord lives who saves Israel. És nagy szavak. These are nagyon big helyes words, szavakat használ. And very proper de nincs words, tartalom mögötte. But there's no content igazán to csak them, dobálózik actually, ezekkel a szavakkal. És valójában ostobaságot beszél. Ostobaság, amit mond. De igazából but actually, nagy szavakat használ. He's using these él az Úr, aki Izraelt oltalmazza. For as the Lord de nincs lives, mögötte who saves tartalom. Israel, but there is no content behind az, the words. Az egész csak egy színjáték. The whole thing is just a facade, hogyha, just a play. Hogyha belegondolunk ebbe, as we think about it, újra meg újra látjuk ezt. We see this again and again. 1 Samuel 15-ben is. In 1 Samuel 15. Azt hiszem, várjátok, ilyen 25. verstől. From verse 25. Megtanulta nem csak a nyelvezetet, hanem a szokásokat is. He has learned not only the language, but the customs as well. Nézzük meg ezt. Let's see. Azt mondja Sámuelnek. He says to Samuel. Mostan azért bocsáss meg az én vétkemet és térj vissza velem, hogy könyörögjek az Úrnak. Now therefore please pardon my sin and return with me that I may worship the Lord. Sámuel pedig mondta Saulnak, nem térek vissza veled, mert megvetetted az Úrnak beszédét, és az Úr is megvetett téged, hogy ne légy király Izrael felett. But Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel. És amikor megfordul a Sámuel, hogy elmenjen, megragadta felső ruhájának szárnyát és leszakad. And as Samuel turned around to go away, Saul seized the edge of his robe and it tore. Mi történik? What's happening? Saul vétkezett. Saul Isten sinned. Azt mondta. God said. Elég volt. That's enough. És Saul azt feleli. And Saul responds. Gyere velem. Come with me. A nép előtt. Before áldozz the people, proféta, make a sacrifice. Gyere velem. Prophet, with me. Mert tudom, prophet, hogy ez kell. Come with me. És ha ott I know vagy, this is necessary. És áldozol velem. And if you are there, akkor a nép tudni fogja, hogy Isten velem me, van. Then the people will know that God is with me. A megfelelő szokások. The right de nincs customs, igazi tartalom. But there is no és real amikor content. Sámuel elmenne, when Samuel akkor Saul megragad. To leave, ruháját, and Saul és ne azt mondja, nem mész sehova. His clothes and says, nem you're not going sehova, anywhere. Jössz vissza velem. You're not going anywhere. You're coming helyes back szokások. With me. The right, the proper customs. De nem a megfelelő szív. Not the right heart. És amikor Sámuel azt mondja and neki, hogy vége, Isten elvette a királyságot it, tőle. It's over. The kingdom has been taken away from akkor you. Akkor is az egyetlen dolog, ami érdekli Sault, és meglátszik a szíve. The only thing Saul is interested in, and you can see his heart 30. versben. In verse 30. Újra mondja. Ugye vétkeztem, then he said, I have sinned. Mindazáltal becsülj meg engem népemnek vénei előtt és Izrael előtt. Yet honor me now, please, before the elders of my people and before Israel. Ennyi érdekli. This is what he's interested in. Az egész csak arról szól, hogy valaki támogassa őt meg. Semmi más. Him being supported semmi by más. Someone else. Semmi más. Nothing else. És ugyanezt látjuk. And that's the same what we see in 1 Samuel 13:12. Hogy Saul megtanult áldozatot bemutatni. Learned to perform a sacrifice. De igazából csak félelemből csinálta. But he only did it out of fear. És figyelj, nagyon egyszerű, amiről beszélek. And what I'm talking about is really simple. Hogy megtanulhatok. That I can learn. Áldozni Istenért idézőjelbe téve ezt az Istenért. Make a sacrifice for God, quote megtanulhatok unquote. Beszélni. I can
speak. Úgyhogy ilyen istenesen beszélek. Like this God, not godly. Megtanulhatok. But God-like way. Megtanulhatok megint csak szokásokat. Again, I can learn ilyen, the customs, istenes szokásokat. These God-related customs. De a kérdés nem ez. But the question is not that. Hanem az, hogy a szívemben. The issue is if in my heart. Uram, a te útadat akarom. Lord, I want your Uram, way. Erre vágyom. That's what I desire. Egy hívő mesélte nekem. A believer told me. Hogy ilyen komoly gondja van a munkahelyén. They are having this great difficulty at their workplace. Mert a munkatársai folyton szapulják a főnököt. Because their colleagues, these person's colleagues are always saying bad things about the boss. De és ez nagyszerű. And that's great. Mármint, hogy baja van vele. I mean that he has a difficulty ez nagyszerű, with this, ez that nehéz he has hallgatnia. A problem, that this person has a problem mert, with this. Mert that's ez great nem, that it's not easy for mert ez nem csak him a szövegről to listen szól. To this kind of speech, because it's not only about what is being said, hanem a szívről but szól. It's about the heart. És ő nem így gondolkodik. And this person doesn't ő imádkozik think this a way. Főnökéért. This person is praying for their boss. Megbocsájt a főnökének, ha csinál and forgives valamit. Their boss if és the boss does szükségünk. Something. And that's what's needed. That's ha ez csak nyelviskola lenne, but if this was only a language school, ha ez csak ilyen keresztény szókincs gyűjtő intézet lenne, an institute for acquiring Christian vocabulary. Ha csak azért lennék itt, hogy valami keresztény kultúrát húzzak a bőrömre, to put on some Christian culture on myself, akkor nem lenne nagy különbség. Then there wouldn't be a big difference, igazán, actually. Az életünkben, amikor it wouldn't kimegyünk make a big innen. Difference in our lives when we leave here. Most nemrég hallgattam egy üzenetet. Recently I've listened to a message. És valaki megkérdezte egy asked egy pincérnőtől, a waitress, hogy járnak ide keresztények? Do Christian people come here? És azt mondja, ja, igen. And she said, oh, keresztények yeah. Jönnek. Yeah, those Christians vasárnaponként. They come on Sundays. Ők a legrosszabb vendégek. They are the worst customers ever. Követelőznek, they folyton panaszkodnak. They are complaining. Rettentően rosszul adnak. They don't mi az? Tip well. Tudod, rosszul adnak borravalót. They don't tip well. Miért? Why? Azért, mert ha ez megmarad a szavak szintjén, because if this remains at the level of words, if it remains on the surface, ha a könyv nem nyílik meg előttem, if the book is not opened before me, akkor ahogy hétfőn beszéltünk róla, as we were talking about it on Monday, by the way, hétfőn egy nagyszerű napfényes istentiszteletünk on Monday, volt az Erzsébet téren. We had an amazing service with sunshine at Erzsébet tér. Ami csodálatos volt. Which was really wonderful. Mert körülöttünk mindenütt esett az eső. Because all around us it was heavy rain, but we had a great time. Tényleg jut eszembe. And this reminds valamit me. Így akarok említeni. I want to mention something. Lehet. Maybe. Tehát így beszélünk dolgokról, amiket csinálunk. We talk about things we do. Mi van hétfőn, what's mi van on Monday, what happens on Tuesday. Holnap 8-kor imádkozunk a várban. Tomorrow at 8 we're going to have the prayer in the castle district. És lehet, and maybe, hogy úgy érzed, and it's possible that you feel like követelünk tőled valamit. We are demanding something okay. Of szeretném you. Itt most egyszerűen. Now nem. I would like to get this straight. Nem követelünk no semmit. Demands. We don't nem. Require tudod, anything. Itt vagy egyszer a héten, you are here once a week, we are really grateful. You are here twice, hallelujah. You are here five times, great. Rendben. It's okay. Tudjuk, hogy az it's az ember right. Életéhez. We know these things add to your life, and that's de why we're talking about nem azért it. Történik ennyi but minden a gyülekezetben, mert azt követeljük, hogy ott legyél mindegyiken. We don't have this many programs at the church because we demand you or require you to be at each and every program we have. Hanem azért, hogyha szükséged van rá. But hogyha éhes vagy rá, hogyha szeretnél többet, akkor mindig like van több, more, akkor mindig lehet közelebb húzódni, akkor mindig történjen closer, valami, akkor lehessen ott lenni valahol, ahol hívőkkel jössz össze. Be a possibility to be somewhere where you can be together with believers. Hol is tartottam? Where was I? Példabeszélek 3:6. Proverbs 3, verse 6. Példabeszélek 3:6. Proverbs chapter 3, verse 6. Hétfőn erről beszéltünk. This is what we talked about on Monday. Azt mondja, hogy minden te útadban megismered őt, akkor igazgatja a te útaidat. In all your ways acknowledge him and he shall direct your path, or in all your ways get to know him akkor and ő he igazgatja shall minden útaidat. He shall direct all your paths. Okay, tanuld Istent minden learn útadon.
amikor, oké, okay, ez azt jelenti, hogy amikor egy fájdalmas tapasztalatod van, akkor tanulj. Learn. Kérdezd azt Istentől. Ask God, Uram, Lord, mit akarsz nekem adni most? What do you want to give amikor me valami now, nagyszerű történik, Uram, mit akarsz happens, adni nekem Lord, most? Do you want to give me Uram, now? Mi a Te útad? What's your Uram, way? Hogyan vezetnél how, engem? How are you guiding és igazán me, ez az, amit mondani now, this akartam. Is what I wanted to say, actually, azt hiszem, I think, Máté 6.33, hogy keressétek először, seek first, keressétek először seek first az Isten országát, the kingdom of God, és ezek mind megadatnak néktek. És ez annyira, ezt annyira nagyszerű látni, so hogy amikor egy ember nagyszerű helyzetben van, és azt mondja, says, Uram, a Te akaratod az első, first, akkor azzal együtt minden mást is megtalál. That, amikor egy nehéz else, helyzetben van, akkor azt mondja, Uram, says, Lord, a Te akaratod ez az első. Ebben szeretnék, és tudod, mi történik? And you know what happens? Megtalálja Isten akaratát, he finds the will of God, és azzal együtt minden and mást with is. That, everything else. És ez az, amire szükségem and that's what van. Nem szavakra, I don't need nem words, csak szókincsre, I just, nem csak szövegre, I don't only need nem csak vocabulary viselkedésre, or behavior, hanem but valami mélyre, I need valami deep, komolyra, something a szívemben, in my heart, hogy Isten átformálja that engem. God would transform és azt mondom, Uram, a Te utad and az say, első nekem. És ha nem akarod, amit nagyon akarok, and if you don't want what I really, really want, nem örülök, well, I'm not happy about that, vagyok, but I'm grateful. Köszönöm, Uram. Thank you, Te Lord. Jobban tudod, you know better. Mi az, mi a legjobb you know nekem. Better what's best for me. És ez az, ahogy élni akarom. And that's how I want to live. Amen. 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 Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dear Heavenly Father, annyira köszönjük neked. Thank you so much. Köszönjük ezeket a gondolatokat. Thank you for these words, te drága igédet. Your precious words. Köszönjük neked. Thank you. Hogy ezért vagyunk itt. This is the reason why we are here. Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. Hogy ez nem egy nyelviskola. This is not a language school. Nem egy etikettiskola. This is not a school for manners. Nem egy keresztény kultúraiskola. Christian culture school. Hanem egy olyan hely, but it's a place, ahol Te szolgálsz a szíveink felé személyesen. To our hearts personally. Köszönjük Istenem. Thank you God. Hálát adunk neked. We give you thanks. Urunk, így szeretnénk Lord, fogadni. This is how we Urunk, would want to receive. Így szeretnénk hallani. This is how we want to hear. Urunk, így szeretnénk this érteni. This is how we want to understand. Így szeretnénk látni. This is how we want to see. Urunk, téged akarunk keresni Lord, először. We want to seek you first. A Te országodat. Your kingdom. A Te akaratodat. Your will. A Te igazságodat. Your truth. A Te hűségedet. Your a Te irányodat, your direction. Istenünk, erre vágyunk. God, that's our desire. Kérünk, Urunk. Please. És ha van itt valaki, and if there is anyone here tonight, ma este, aki még soha nem bízta Jézusra a szívét, has never placed their trust in Christ, mert hogy vallásos vagy, maybe you're religious, de még soha nem mondtad but Jézusnak, you've never told Jesus, Jézus, ments meg engem, Jesus, save me, szükségem van te rád, I need you, tudom, hogy bűnös vagyok, I know I'm a sinner, meg akarlak ismerni I téged, get to know you, ha még soha nem hívtad if őt, you've never called meg soha him, nem imádkoztál így you've magadért, never prayed like this, saját lelked miatt, because of your own soul, akkor kérlek, hogy tedd meg, please do it akár now, itt személyesen, akár az interneten nézel, either if you're here in person döntést, or you're watching online, make most this decision now. Mondd azt neki most, tell him a szívedben, now, in your heart, Jézus Krisztus, Jesus Christ, meg akarlak ismerni téged. I want to get to know köszönöm. You. Thank you. Meghaltál értem is a kereszten. For dying for me on the cross. Hogy fizettél értem. Thank you for paying for me. Hogy szerettél engem. Thank you for loving me. Jézus, most Jesus, hozzád szólok. Now I speak to you. Ments meg engem. Please save me. Szükségem van rád. I need you. Jézus, hiszek benned. I believe in you, Jesus. Adj nekem új életet. Please kérlek. Give me a new life. Kérlek. Please. Ha életedben először and hívod őt, you're calling akkor, Jesus for the first time as the church is praying. Kérlek csak egy pillanatra, please raise your hadd tudjam, tedd fel a kezed, aztán tedd le újra, hadd örüljek veled, amint a gyülekezet imádkozik. Köszönöm, Isten áldjon. Thank you, God bless you. Nem tudom, van-e még valaki. Köszönöm, Isten áldjon. God bless you, that's great.